parlamentjének második napján az oktatás van a fókuszban, és ön tartotta a nyitó előadást. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan értékeli, hogy a hátrányos helyzetek felzárkóztatásában az informatikának az önvéleménye szerint milyen jelentősége, szerepe van? A informatikai oktatásnak az egész társadalomban nagyon jelentős szerepe van, hiszen a 21. század oktatási rendszere nélkül elképzelhetetlen. Ez a teljességre való törekvés természetesen jelenti azt is, hogy aki eleve hátrányos helyzetben van ebben az oktatási rendszeren belül, annak az ezirányú képzése, a képzéshez való hozzáférése, a képzéshez szükséges tudás és nem utolsó sorban eszközök biztosítása is fokozott jelentőséggel bír. A válaszom tehát az, hogy mindenütt fontos, de a hátrányos helyzetűeknél pedig éppen a helyzetük miatt kiemelt fontosságú, fokozott figyelmet és fokozott eszközöket igényel. Nagyon le vagyunk maradva az Európai Uniós átlaghoz képest ezen a területen? Röviden a válasz az, hogy igen. A dolog ennél azért összetettebb, mert az európai, ugye az átlagok mindig azért kicsit csalnak. Magyarország a saját kategóriába átlagos, tehát nem rosszabb, mint a saját magunkhoz hasonló fejlettségű országok, de ha az európai átlagokat nézzük, és ha még inkább a saját céljainkat nézzük, ahhoz bizony a lemaradásunk jelentős. Melyek azok a célok az ön véleménye szerint, akár kormányzati szinten, akár pedig, hogyha az oktatást nézzük, amelyekhez szükség van az informatikai felzárkózásra? Én magam nem vagyok egy oktatási ember, még kevésbé szakember, de ez a eddig eltelt egy és egy negyed nap itt ezen a konferencián is azt tanúsítja, hogy a céljaink elsősorban az azonos hozzáférés biztosítása, úgy tetszik a felzárkózási, tehát a meglévő társadalmi különbségek, ezen belül ennek részeként a meglévő területi különbségek szorosan összefüggenek a társadalmi különbségek, amelyek, és ez talán kicsit bonyolultan hangzik, de alapvetően mindenütt felkészültségi különbségekből fakad. Az, hogy valaki egy kis faluba születik, vagy a fővárosba, az, hogy egy értelmiségi családba születik, vagy egy valamilyen hasonló más családi adottsággal nem rendelkező környezetbe, ez mind-mind különbségeket eredményez. Ami ezeket a különbségeket generálisan, helytől, időtől, családi környezettől függetlenül meg tudja viszonylag gyorsan és radikálisan változtatni, az az informatika, az a képzési, eszközalkalmazási, digitális, olvasni tudási ismeret, amiről ez a konferencia szól.